Két évtizeddel ezelőtt szerveződött meg először a Tarka Fesztivál Bonyhádon, melynek előtörténetét az a szakmai fórum adta, melynek keretében a gazdák információkhoz juthattak az adott időszak kérdéseiről. Az idei Tarka Fesztivál szakmai napján az aszály és az ukrán háború okozta nehézségek kezeléséről esett a legtöbb szó. Juhász Anikó helyettes államtitkár azt mondta, a kormány csomagtervet dolgozott ki az állattartók nehézségeinek kezelésére. Az asszály operatív törzs hozott egy 5 pontos első segítségcsomagot, amelyben a termelők jövedelmi helyzetét próbáljuk amennyire lehet rendezni. Biztosítástól, hitelmoratóriumon át sok eleme van ennek. Ez a csomag első körben 3 milliárd forintos keretösszeget tartalmaz. A Tarka Fesztivál a város legnagyobb közösségi ünnepe, mondta Filóni Ferenczi Baja polgármester. Az idei jubileumi rendezvényre 2 év szünet után kerülhet egy sor. Nagyon sokat dolgoztunk, sokan azért, hogy ez a hétvége jól sikerüljön. Bízom benne, hogy mindenki talál magának olyan programot, ami a kedvére való. A 2 év kihagyás egy nagyon nagy felfokozott várakozást is jelent. Ezt lehet érezni a levegőben, a beszélgetésekben, az utcán. Mindenhonnan nagyon sok biztató és kérdező, érdeklődő telefont és kérdést kapok a városlakóktól, sőt még a környékben, a völgységből is, hiszen tényleg mindenki nagyon várja már ezt az eseményt. Bízom benne, hogy mi mindennek tettünk annak érdekében, hogy jól sikerüljön, hogy ez így is lesz. A gasztrokulturális fesztivál nyitányaként már sütötték az ökröket is. Összesen 66 méter fóliával tekerték be a 3 év körüli állatokat, és a főzéshez több mint 10 kiló sót és fűszert használtak fel, mondta Dárdai Ferenc sütőmester. A két ökörből közel 1600 adag ínyentség készül majd el.